Máté, a múlt héten bejárta az országos sajtót, de főként az Ajkait, hogy Kínában a Panda kupán első válogatott góladat szerezted. Milyen érzés volt? Hatalmas érzés volt betalálni a válogatott színeibe. Már nagyon érett, mert már több meccsem is volt, már van 20 válogatott meccsem az utánpótlásban. Most Kínába egy nem a rendes kerettel mentünk, de így is helyt tudtunk állni. Az első meccsen igaz kikaptunk Kínától, de ők mindenkit megvertek, úgyhogy az nem buslakodhatunk miatta. Mások meccsen viszont Uruguayt parádésan meg tudtuk verni, és szerencsémre gólt is szereztem, úgyhogy nagyon boldog vagyok emiatt. És hát mindig nagy öröm betalálni a válogatottba, ugye ezt senki nem tudja elvenni tőlünk, úgyhogy ez hatalmas érzés. 20 fölötti mérkőzés, ez igen szép szám. Hogy sikerült bekerülned egyáltalán ebbe a magyar válogatottba? Azért nem sok focista mondhatja el magának, pláne vidékről indult focisták, hogy a válogatott színeibe játszanak. Annak ellenére, hogy szerintem minden fiúgyereknek az az álma, hogy egyszer válogatott focista legyen. Te is így voltál vele? Természetesen ez egy hatalmas álom volt, ami valóra vált szerencsére. Ugye Etóba utánpótlásba fociztam, és onnan tudtam váltani, 17 évesen NB3-ba szinte végigjátszottam a szezont, és erre felfigyeltek a válogatottnál, és így kerültem be. És Ajkáról indultál. Ajkán viszont itt az NB3-as nagy csapatban keveset láttunk játszani. Mi ennek az oka? Ugye az első fél évben szinte végig tudtam játszani, viszont ebbe a fél évben rosszul jött ki nekem a lépés, mert utolsó meccsen, utolsó bajnokin eltiltottak, így nem tudtam kezdeni az elsőn. Aztán az igazolásommal is gond volt, utána pedig utaztunk Hollandiába a válogatottal, ami szintén 3-esről lemaradt, és mire visszaértem, már összeforrt a keret, és nehéz volt bekerülni. Úgy tudom, hogy ez volt az utolsó mérkőzés, amin igaz csak a kispadon, de részt vettél. Hova mész innen? Mik a tervek? Hallottam valami holland megkeresést is. Van szó Hollandiáról is, de inkább Magyarországon szeretnék először bizonyítani. NB2-be szeretnék tovább lépni egy fokkal, egy lépcsőfokkal feljebb, és most az a vágyam, hogy tudjak ott játszani, és hogy helyt tudjak állni azon a szinten is. Egy utolsó kérdés, ha már Ajkán kezdted. Mit adott neked Ajka, milyen emlékekkel távozol innen? Gyönyörű emlékeim vannak Ajkáról, ugye kiskoromban itt szerettem meg a focit, itt kezdtem el focizni. Ugye Udvardi Ervin volt az első edzőm, aki megszeretette velem ezt a gyönyörű játékot. És hát ugye most visszakerültem ide, nagyon élveztem a társaság, nagyon rendben van. Úgyhogy nagyon sokat köszönhetek Ajkának azzal kapcsolatban, hogy focizok. Közhelyben meg szokták kérdezni, hogy mit tanácsolsz azoknak a fiataloknak, azoknak a gyerekeknek, akik most kezdenének el focizni, vagy szemezgetnek a futballal. Elkezdjék, érdemes? Nagyon érdemes elkezdeni, főleg Magyarországon tömérdek stadion épül mostanában, és hát nagyon nyomják a focist szerencsénkre. Azt tanácsolom nekik, hogy szeressék azt, amit csinálnak, és edzenek nagyon sokat, mert lehet, hogy tehetségesek, de egy idő után az nem fog annyira számítani, mint az, hogy mennyi munkát fektesz bele. Köszönjük, és sok sikert neked! Köszönöm szépen!